Nyilvánossá váltak az eredmények, június 13-án pedig díjaikat is átvehették azok a fiatalok, akik részt vettek a Salgótarjáni Rendezvény és Médiaközpont égisze alatt működő városi televízió díszletének megújítására kiírt ötletpályázaton. Nem titkolt cél volt az, hogyha a tervekből valóság lesz, és a tervek rákerülnek a paravánokra, akkor a fiatalok minden bizonnyal egy picit közelebb érzik magukhoz majd a városi televíziót, és ezáltal a sajátjuknak érzik, és így még szerethetőbb lesz a mi városi tévénk. A felhívásra 20 pályamunka érkezett be. A díjazottaknak dr. Dániel Zoltán alpolgármester adta át a jutalmakat. A pályázat legjobbjának ítélt alkotás a Madácsos Pintér Evelin munkája. A második díjat szintén Madácsos diák kapta, Nagy Máté, aki fotóval pályázott, elismerését később veszi majd át. A harmadik helyezést megosztottan kapta két bójais diák, Szmilek Jázmén Az Úr Fantázia címet adta a Motívum alapnak, melyel igazodott a televízió arculatában domináns színekhez. Takács Dóra alkotása pedig mese stílusban idézte fel a környék történelmi értékeit. A megmérettetésen külön díj is gazdára talált. Sótér Fruzsina munkájában az évszakokon átívelő, fényekre fókuszáló, témasemleges koncepciót értékelte a zsűri. A verseny első helyezettjénél a nem harsány, de mégis dinamikus színvilág és az egyszerű letisztult felirat volt a zsűri számára döntő. Megnéztem a televízió hátterét, és ez totál paravánként tudtam elképzelni. A feliratot középre gondoltam. Dr. Dániel Zoltán alpolgármester hangsúlyozta a díjátadón, hogy fontos a fiatalok bevonása a környezetünk alakításába. Ez a pályázat arra volt hivatott, hogy az aktív, tenni akaró fiatalok művészetük által alakíthassák Salgótarján egyik intézményét, Salgótarján televíziójának a háttérparaványát. És hát igen, sok 20 pályamunka beérkezett, ez azt jelenti, hogy a fiatalok igenis érdeklődnek, igenis tenni akarnak Salgótarjánért, igenis szebbé akarják tenni környezetüket. Én azt gondolom, hogy ez fontos feladatunk, hogy tovább vigyük, továbbra is ilyen pályázatokat írjunk ki, és lehetőleg minél több fiatalt vonjunk be Salgótarján jövőjének alakításába. A Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Igazgatója örömmel konstatálta, hogy sikerült nagy számban mozgósítani a fiatalokat. Szerintem a fiatalok nagyon sok időt és energiát tettek abba, hogy ezek a pályamunkák elkészüljenek, mindenképpen köszönet illeti őket. Én úgy gondolom, hogy valamennyi pályamunka alkalmas arra, hogy tovább gondoljuk, és alapja legyen egy végleges tervnek. Az erkölcsi elismerés mellé természetesen díjakkal is készültünk, egy zsűri hozta meg a döntést, a legjobb alkotásokat díjaztuk. A Rendezvény és Médiaközpont jóvoltából könyvvásárlási utalványt kaptak a díjazottak. Itt a nyár, lehet olvasni, de hát a szellemi táplálék mellé a fizika is jól esik, és mivel fiatalokról van szó, ezért a borítékba került a McDonald's jóvoltából egy két személyre szóló menüjegy, valamint a Kultik mozi jóvoltából két darab jegy, egy tetszőlegesen kiválasztott filmre. Remélem, hogy minden kerül az ajándéknak, és bízom benne, hogy a jövőben partnerek lesznek a fiatalok és a pedagógusok is abban, hogy együttműködjenek a Rendezvény és Média Központ szinte valamennyi intézményegységével.